Már a délelőtti órákban sokan voltak az intézmények környékén, ahol különböző édességárusok, játszóházak, sportolási lehetőségek és zenés műsorok várták a gyerekeket. Idén is három intézmény fogott össze annak érdekében, hogy a gyerekek minél szélesebb palettán tudjanak választani a különböző elfoglaltságok közül. A mai napon három intézmény itt a belvárosban próbál a gyerekek kedvében járni. Ez a negyedik ilyen esztendő, hogy a három intézmény közösen próbál megnyújtani sok-sokféle program lehetőséget a város gyermekeinek, ami azt jelenti tehát, hogy nagyon sokszínű a kínálat, 10-től 14 óráig, tehát 4 órán keresztül nagyon sokféle elfoglaltságot próbálunk nyújtani, kínálni a gyerekeknek. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban a gyerekek többek között pingpongozhattak, kerékpározhattak, dárcozhattak vagy trambulinon ugrándozhattak. A Munkácsi Mihály Múzeumban volt középkori fegyverbemutató, fegyverkészítő foglalkozás és kiállítások, a két helyszín között pedig a lezárt útszakaszon gyönyörű és különleges motorok várták az érdeklődőket. A Békés-megyei könyvtárban zenés programok, arcfestés és a 12. században egy őslakos dél-amerikai indián törzs az inkák életének bemutatása várta a kíváncsi gyermekeket, a szabadban pedig lengőteke bajnokságot rendeztek. Számos izgalmas programmal várjuk a gyerekeket idén is itt a Békés-megyei könyvtárban, többek között lengőteke állomás itt mellettem, illetve bölényvadászat, bölénysatszolás és totemfestés, nagyon sok érdekes programmal készültünk. A gyerekek nagyon élvezték a változatos programokat és a különböző ügyességi játékokat. Volt ott lent arra ilyen dobálás, vagyis hát ilyen, voltak ilyen gyümölcsök, és azokat bele kellett dobni egy lyukba, meg ilyen karikákat a fára. Nekem a legjobban tetszett, amikor ilyen kifestőket kellett csinálni, nekem az nagyon tetszett. Gyermeknapot először 1920-ban tartottak Törökországban, majd az ENSZ közgyűlése 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot. Az ünnep eredeti célja az volt, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és az egymás közti megértésről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről.